Fergeteges, szabadtéri, mintegy két órás szilveszteri koncertet adott Pakson a Hooligans. A 22 éves zenekar igencsak lázba hozta közönségét. Az est folyamán régi nagy slágereiket együtt énekelték velük a rajongók, akik érkeztek a környező településekről, sőt a Duna túloldaláról is. Megtelt Paks központja szilveszteréjjel. Megszoktuk ezt, hogy szilveszterkor azért általában a szabadtéri koncert van, meg így az év végén azért vannak olyan bulik, amikor október van még csak, vagy már, nem tudom melyiket lehet jobban mondani, de attól függetlenül már még csak hideg van, és még mindig szabadtéri a buli, úgyhogy meg fogjuk oldani. Ettől függetlenül jobban szeretjük a nyári időjárást természetesen, meg az embereknek is az a jobb, mert mi a színpadon azért még valamennyire a lámpák miatt fűtve vagyunk, mert azért csak ugrálunk, de ők egy helybe állnak azért valamilyen szinten, még hogyha mozognak is, vagy csápolnak is, de az a lényeg, hogy nekik viszont lehet muníciót bevenni mellé. Nagyon köszönjük a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk Pakson, és két órás bulit várhatnak tőlünk az emberek. Nagyszerű évünk volt, tulajdonképpen szokásosnak mondható nyári nagy turné, végigmentünk az egész országon, illetve határainkon, úgymond kívül is eljutottunk Erdélybe, a Felvidékre és Londonba, és voltunk, illetve megyünk jövőre is, és hát tulajdonképpen csomó nagyszerű élmény, nagyszerű csomó jó koncert, közben megjelent egy új lemezünk is, és jövőre viszont meg mindenkit várunk szeretettel március 16-án a Papp László Sportarénában a nagy, hát nincs új neve, de nagyszerű Hooligans koncertre. Nagy megméretetés lesz. Nagy megméretetés, igen. És ott a két óra, az két óra lesz. Megjelent a lemezünk két héttel ezelőtt, Jéghátán a címe, és a 14. Hooligans album, úgyhogy, sőt, most már sem tudjuk, hogy hanyadik néha, amikor be kell mondani a Csipának a koncertről, hogy gondolkozunk, mert van közben olyan lemez is, amikor ilyen dupla válogatás lemez van, azokat próbáljuk nem számolni, és az a lényeg, hogy mindenképpen az a csúcs, de hát az embernek azért ettől függetlenül sok csúcs van az életében, hogyha úgy lehet mondani, vagy sok olyan dolog, amire szívesen emlékezik vissza, és azért nekünk a koncertek azok nagyon-nagyon-nagyon fontos mérföldkő, még mindig mindegyik, amit csak meg tudunk csinálni, és amit, ahol csak el tudunk jutni, és a közönséget való találkozás az mindig az a legfontosabb, és az élőben való zenélés.